Jó estét kívánok, sziasztok! Ez itt a Daytrader és Skalpolás kezdőknek szóló, vagy éppen azért haladóknak is szóló sorozatának mai epizódja. Itt a kérdés következő, hogy azok, akik Daytrader és Skalpolás szeretnének megtanulni, azok mennyire gyakorolják ezt demószámlán, én ezt javasolnám, illetve hogy tisztában vagytok-e azzal, ami alatt van írva, hogy kereskedjék a közösség, teljesen ugyanis a lakosság befektető 76%-a veszít. Kezdő skalpoló daytrader embereknél ez még akár magasabb százalék is lehet, ezért mindenképpen nem van gyakoroljátok. Akinek meg nem megy, annak is talán előnyös lehet a következő 40-45 percet itt végigvönnie, ugyanis az ilyen típusú belépők akár magasabb idősíkokon is használhatóak, illetve a tőzsdepszichológia és a pénz kockázatkezelés némi szabályai is akár alkalmazhatóak magasabb idősíkon is. Persze ezen a területen sincs olyan stratégia, ami szent grálként működik. A piac, mint azt nap mint nap tapasztaljuk, reggel is kalkulás munkövetők legalábbis minden bizonnyal. A piac eléggé érdekesen mozog. Hát ez egy kezdőknek szóló tanfolyam, de természetesen haladók is kérdezhetnek a chat ablakba. Azt gondolom, hogy eme hosszúra sikerült befektető és a kockát ismertetése után bele is csaphatunk egy picit a következő oldalba, ahol szintén CFD-kről, kockátokról, stb. Olvashattok. Amiket ma láttok, ez semmilyen szinten soha egy mondata sem lesz befektetési tanácsadás. Próbálkozunk, rédelgetünk, elmélkedünk, és reméljük, hogy ezt hosszú távú befektetéseknél is tudjátok kamatoztatni. A sikeres daytraderek és skalpereknek a legfőbb szabály aztán az, hogy nem traderik túl magukat, mindig használják stopot, és tőzsdepszichológiai beállítottságuknál fogva juthatnak el erre a pontra. Ennek ez a része a legnehezebb, a technikai elemzés része az talán egy fokkal könnyebb. Gyorsan nézzünk egy MT4-et, kérdési látszik-e a chart, igen, nem. Várom ezek a csinablakba. Akinek van kedve, a június 24-i előadásnak a regisztrációs linkjét másolja be majd a többieknek egy 5-6 perc múlva, és várom a visszajelzést, az MT4 feladat kell látni. Tökéletes. Már is az elején nem ezen a számlán fogunk ügyködni, de ezen a számlán volt egy délutáni webinárium, nem itt, hanem máshol. Nyitottam egy Brent longot, és ezt én most itt le is fogom zárni, és megnézzük a belépő okát. Ezt följebb igazítjuk. Ugye az olaj sajnos, mintha abba hagyta volna az esést. Ezt ugye azért mondom, hogy akik szeretnek tankolni, vagy akiknek muszáj tankolni, azok bizony-bizony most már egyre drágábban tehetik ezt meg. Volt egy szintünk, és ezt megelőzően volt még egy szintünk. Ezt a szintet áttörte a csárt, majd visszatesztelt. Nekem az jutott itt eszembe, hogyha ide behúznék egy ferde vonalat, akkor lehet egy kitörés visszateszt. Vagy fals kitörés lesz, vagy dupla top lesz belőle. Nem tudni. De valahol ezen szint környéke alá illett tenni a stoppot, legalábbis kezdeti belépőkor. Azonban nekem valószínűleg lejjebb volt a stoppom, mindjárt mondom a belépőokát magasabb idősíkon, miután az M1-es chartot átnéztük, mert ami a kulcsfontosságú ebben a dolgon, hogy több idősük elemzését kell elvégezni, mert neki láttok ennek. Igazából a belépővonal itt lett volna, a reggeli webináriumon már megszokhattátok, hogyha emelkedő trend van, és valakik dupla topot látnak, akkor egyből elkezdenek sortolni, ami akár jó is lehet, ha valaki jókor lép be, de amint ennek az embertőnek dublatomnak a nyakvonalát átütötte a chart, itt már két hanadot kell zárni, mert mindig van egy B-verzió, az pedig az, az embertő két csúcsát felöpötje, így lejét a két csúcs, összekötő vonal fölött átmi a chart, illetve nyakvonalati falsletörésnél rátesült egy dupla is kialakult, van belépő, akkor bizony-bizony sortosok stopjáira jöhet a piac, egyes belépő itt van, a kettes a sárga vonalnál, aztán az a kérdés, hogy erre a másik sárgára, mint célár, számíthatunk a jövőben, számíthattunk át is vitte, és innentől kezdve
Elindult egy gyönyörű szép emelkedés. Kitörés visszateszt, és irány fölfele. Nem tudtam, hogy dupla csúcs lesz, ezért itt rét zártam egy nagy adagot, már később még egy adagot zártam, majd az utolsó zárást, a véglegest most láttátok, aminek az az oka, hogy ez lehet, hogy egy fals kitökés lesz itt a végén, de lehet, hogy csak a sárga van, hogy jövünk le, de én azért azt gondolom, hogy benne van a pakliba visszatesztje ennek a piros vonalkának. Ez volt a Brent. Magasabb idősig, ugye erről beszélgettünk. M1, bocsánat, a D1, dupla aj, látjátok? Itt egy kicsike dupla V. H4. Ez is lehet egy dupla V, de ha nem is vesszük ezt észre, H4-es idősíkon van itt egy ilyen vonalkánk. Azaz, sajnos ez az eső trend itt véget ért H4-en. Ha a forint erősödése ezt tudná kompenzálni, akkor még lehetne egy darabig az olcsónak mondható 5-45-50 környéki benzin meg gázolajár. Sajnos ez most rossz hír tankolóknak. Ennek a duplatoknak a tetejéig akár eljöhetünk, vagy a pekünk van még feljebb mehetünk. Na nézzük az M15-öt. Látható, itt van egy fordított váll, fej, váll. Ez az, amikor szinte minden idősik megadja a vételi jelzést. M5, elmaradó duplatop, nyakvonalatti falsletörés, vagy csak szimplán egy emelkedő trendvonal, és egy szint átlépése. És ugye az M1-et azt már áttekintettük, ott bizony ez történt. Ez nagyjából egy jóska belépő, bár én későinek ítélem meg, de akár daytrade belépőnek is jó lehet. Ezt itt arrébb viszont egy picit. Átmegyünk az euró-dollár M15-re. Euró-dollár M15-nél azt gondoltam, amikor ezt láttam, hogy íme itt van a dupla aj. Szerencsésen akkor még mélyebben volt a stoppom, valószínűleg jóval a kanóc alatt. Azonban ebből egy ilyen furcsa, nem tudom, hogy mi lett, tripla ajnak mondott valami. Takinek nem volt tágra stopja, egy 0,8 környéki stopra gondolt, tehát nem egy nagyon tágra stopra, az bizony rosszul járhatott, az az M15-ös kép, M5. Itt azt látom, hogy később egy dupla ajból kialakult egy trendvonal törés. És azt is látom most, hogy 0,26 a pozíciónk. Azaz, ebből a 0,26-ból én most itt szépen még 0,16-ot lezárok. Lebeg $39. Zárás gomb után megnézzük, mennyi maradt, 15. Tehát több mint $20 letettem. Ha kisztoppolok, ez mínusz 10, lejjebb tesszük éjszakai stopra, a mostani részzárás, ha ki lesz ütve, akkor is ez a trade már jó swing trade. Scalp, day trade, swing trade. M1, M5, M15-ös idősíkon. Azért ekkora arány a részzárás, hogy kettőször zártam részt, látjátok, lehet, hogy többször is, nem tudom, itt is volt egy részzárás, ha ez ugyanaz a pozíció, mert ez egy esőtrend az euró-dollárnál. Magasabb idősíkon úton. Lehet, hogy ez volt az aja, lehet, hogy nem. Azt, hogy a take profitot hova tettem, ez abszolút véletlen. Ha idáig feljövünk, akkor mákon volt. Ez egy korábbi dupla top a letörési színnek a nyakvonala. Ha ezt visszateszteljük egyszer, akkor tök jó. Ha nem, akkor tovább fogunk esni. Viszont a lézárt pozícióimnál ez már nem fog gondot okozni. Ez amúgy egy trendcsatorna kereskedés, amit magasabb idősíkon láthattok, kb. Nem túl pontosan, de látszik, hogy ez akár jó ötlet is volt. Elindult egy eső trend, megvettük a csatorna alja környékét, hát ha megcéljuk a tetejét, ezeket már többször mutogattam, ha meg áttörjük, akkor még nagyobb mákon volt. Oké. Megnézzük a Brentet azóta, hogy alakult. Semmi extra, szerintem jó, hogy lezártuk. Egy pár részvényről beszélgetünk. Amazon, ugye mondtam nektek, hogy részvényeket fogok részzárni. Talán a mai napon részzártam, látjátok. Ha ez itt egy váll, fej, váll volt, mondtuk, hogy elmaradt 6, akkor megnéztük a fejtetőt. Ez itt most teljesült. Itt már nagyon picike rész van, nyitott pozíció felem, bármeddig fölmet. Nekem ez volt a céláram.
Most akár be lehetne húzni a pozíciónak a stopját nullába. Tegyük is meg. Ilyenkor már behúzom, amúgy nem nagyon szoktam. Ugyanarra a történetre épül a hosszú távú belépő, mint a rövid. Egyébként, ha átmegyünk D1-re, akkor látható, hogy fordított vál, fej, vál, vál magasságában. Megnyomtam a gombot, és eddig ez nem volt rossz döntés. Jelzem. Ha ez itt egy esőtrend, akkor már lehet, hogy át is törtük az esőtrend vonalat. Most hadd ne rajzoljam be. Ez egy jó döntés volt. DBK. Dupla után elnyúló oldaladás. Nem piszkáljuk. Szerintem a német piac már be is zárt. De lehet, hogy ebből is részzártam ma. Ígérgettem nektek ilyen részzárásokat, de nem igazán valósítottam meg. Nasdaq. Ezt a pozíciót lezártam. H4-es dupla alja belépő oka. Ha megmutatom H1-en, picit furcsább a dolog. Látjátok, ez is egy dupla alj. Ha megmutatom M15-ön, nem azért zártam le, mert hogy félek tőle, nem azért zártam le, de jó lenne, hogyha rá tudnám húzni. Na még egyszer. Nézzük az M15-öt, így. Még lejjebb van. Hoppá, túltekertem. M15, elmaradó duplatok, azaz. Ha valaki több idősíkot elemez, itt volt egy dupla alj, a longosokat kirázták bőle gyönyörűen, van egy válfejvál, aminek a nyakvonal alatt egy fals tetőrés alakul ki, onnan eljöttünk a fejtetőig, el is jöttünk ennél a duplatopnál, és a duplatop fals letöréssel szemben nem mindig hatékony fordítólagzat, és ezt követően a duplatop két csúcsát összekötő vonalka, M1-en szoktam ilyeneket mutogatni, most nem ott van itt is, áttörésre került, visszatestre is került, és elindultunk fölfelé gyönyörűen szépen. Ilyenkor kisebb lotméret, tágabb stop sajnos ide be kell tenni alá. Hát ilyeneket tudok csárt, ha szerencsénk van. A pídősikon pedig így néz ki, hogy a Nasdaq gyönyörű szép teljesítményt tudhat magának. Most éppen itt vagyunk az ellenállás környékén. Ezért indokoltnak tartottam ezen pozíció zárását. Oké. Okay. Nézzük a többi trédet. Van nekünk egy aranyunk. M1-es idősig nézzük. Aranyan többször próbálkoztam, nem túl sikeresen, de most talán ez a 0-0-4-es pozíció, ez most lezárásra kerül, most ezzel nem foglalkozunk. Nem szükséges nekem aranyat tartani most. Van egy pici zoomunk. Május 16-os vétel amúgy. Most a hosszú távú befektetések, webináriumok kedvére ezt nem zárom le. A stopja az lent van. Itt ugye annyi történt, hogy mintha fordulna a trend, de ezt még azért nem kiabálom el. Igazából csak azért néztem a Zoom-nak a chartjára, mert láttam egy falsetörést, de azt, hogy ez egy Zoom-os webinárium, akkor nézegessük gyorsan ezt a részvényt is. Kérdés, hogy itt az esőtrend van, csak érintjük, vagy esetleg átvisszük-e. Fogalmam sincs. Próba szerencse, egyébként volt egy másik pozíció, az ki is lett dobva. Ez egy gyors kap volt talán. Oké. Okay. Tesla. Napi idősík. Gyönyörű szép két pozíció. Vagy elmarad ez a duplatop, akkor van alatt falstetörés, vagy nem. Ha ezt megnézzük M15-on, akkor így néz ki. Ebből az egy darab Teslából megnézzük a kis stopoldunk, akkor mennyit kéne zárni. $1 bukunk. Lebeg rajta $7. Hosszú távú trade van, tehát itt most nem nagy arányú parciai zárás, csak pici. 0-2-t kidobunk. Köszönjük szépen. A másik olcsóbbik Teslából pedig csak 0-1-et. Többit meg kitartjuk addig,
megnézzük, hogy kiütik a stoppot, vagy az a nagyobb dugdatok, nagyobb idősikon elmarad-e vagy nem. Tehát minden egyes idősikon olykor működő dolgokat látunk. Legalábbis per pillanat. De arra garancia, hogy az örökké így lesz nincs, mert ez egy olyan volatilis csapkodó piac, ami azért elég kemény próbatétel szerintem mindenkinek, nekem is. D1, Microsoft. Ha most ezt lezárnám, lenne 6 dollárunk, ez már nem érdekes. A vétel jó volt. Akinek ilyenje van, ezt a vonalat beúszhatja akár, de ez nem befektetési tanács. Oké, adjuk át gyorsan a másik számlára. Erre meg majd visszajövünk kereskedési hibákat csinálni. És nézzük meg, hogy ott mi a helyzet. Remélem, hogy ez a fajta metódus most akár elfogadható nektek. Trendvonaltörések, alakzatok, falskitörések, alakzatok elmaradása. Ez itt a lényeg most. Na, menjünk gyorsan vissza a Brenthez. Látjátok, hogy nem volt ez olyan hülyeség lezárni, visszasimoltunk a sárga vonalra. Nézzük a Teslát. De szép ez itt. Mindegy, jó ez így most nekünk. Tesla esetében oldalás van, hogy örehagyjuk. Itt is van aranypozíció, megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Hát itt az előbb, de másik számlában voltunk, ezt el kellett volna adni. Sosem késő. Lezárjuk mínuszba. És van egy 0,05-ös euró dollárunk. Aminél én azt csinálom, hogy lezárok belőle 0,02-t, már messze vagyunk. Ez egy aránylag jó belépő volt, és megnézzük a hágyas idősikon. Ugye erről a pozícióról van szó kb. Ez így nem annyira rossz. És ezen az idősikon hol lett éve, azt nem tudom. A másik számlán is volt euró-dollár, emlékeim szerint vagy keverem. És akkor nézzük, hogy milyen nem működik. Jó, hogy a számlatörténetből szokták felhúzni ezt. Voltak arany csapkodásai mai napon. Nem szeretek aranyjal trédelni, de azért az ember próbálkozik. Ugye dupla aljas belépő, itt vagyunk. Ha valakinek ez nem világos, hogy miért részt zártam, egyrészt lehet, hogy ez egy letörés, visszatesztés folytatódik az esőtrend, vagy B-verzió, ha nem is, ellenállásnál vagyunk. Tehát van egy belső ferdevonalas ellenállásunk is. Ilyenkor célszerű részzárást csinálni, mert ha innen lefordul, akkor beszakadunk és kisztop. Ha meg nem, akkor megcélozhatjuk akár a másik sárga vonalat, vagy ennek az embertőnek a nyakvonal tetejét, vagy ennek az embertőnek a nyakvonal tetejét. Amúgy ez egy válfejvál, aki szeret sortolni. Tehát ő is meg lesz tréfálva, hogyha ez falsletörés nyakvonal alatt, akkor jöhetünk a fejtetőre, de ez nem biztos. Ezek csak alapvető feltevések, amit a részzárással gyakorlatilag fölösleges lenne tovább agyalni. Egyelőre itt tartunk. Oké. Okay. Megnézzük az Amazont. Yeah. Erre mi most nincs szükségünk, és visszamegyünk a Brentre. Ott mi történt? Egyelőre semmi. Na és akkor, nem akarom ezt a számlát különösebben nyomkodni, de kereskedési hibákról beszélünk. Erre van ez a nagy számla. Tehát, ha nagyon nagy hülyeséget csinálok, akkor se lesz belőle baj. Legalábbis remélem. Kezdjük a dóval a kereskedési hibákat. Elszállt egy csárt fölfele, utána megyek a piacnak, beleveszek picit elottal, most direkt oda ne bukunk sokat, és bestoppolom ez önmagában. Nem kereskedési hiba, hogyha alott picike, látjátok, de hogyha esetleg nagyobb lottal vettem volna bele, az már bizony hiba, szóval inkább ezt kidobom ilyen nulla közeli állapotba, plusz-minuszba. Kettes hiba, túl magasan van a csárt, és azt mondom, hogy na most akkor hatalmas lottal megnyom a sortot. 90 százalék esélyem van arra, ha nézzük, miért nem nyomta meg,
Lenceszág és olyan van arra, hogy följövünk a csúcsra, mert kirajzolt egy dupla toppot, és akkor ezzel egy hatalmas összeget elbuknék, látjátok. A mai nyerőm, fogalmas sincs mennyi, egészen vissza lenne adva. Tehát amikor azt érzed, hogy ez itt a tuti, és biztos fordulunk, akkor sok-sok skalpoló daytrader ilyeneket szokott csinálni, ez szigorúan tilos, ezt a pozíciót jobb lezárni, mint sem. Ez nem lett volna baj, ha itt nyomjátok meg, és ahol most tart a chart, ott már részzárás van nyomva. Azt gondolom, hogy sokaknak ilyen típusú kereskedési hibái vannak, és ezeket a legjobb, hogyha az ember meghallja minél hamarabb lezárni. Tehát a kockát hozom, ennek a trade-nek rossz volt, ez a belépő késő, a trendvonal törés jó belépő lett volna, a kitörési szint közelítése, tehát a mostani szint jó zárás, egy kétharmadra, tehát ha ezt valaki négy lottal megnyomja, és itt nem mínusz 200 line dollár bukhat, hanem csak 120-at, akkor is rossz a menni, mert a számlamérethez képest ez belefér lazán. Ezzel nincs gond. A napi nyerőből ennyit visszaadni, teljes összeget vagy akár a felét, az már kereskedési hiba is lehet. Akár. Nézzük a GBP-USD-t, mert valaki mondta, hogy van itt egy ilyen. GBP-USD-nél a short belépőket nézzük. Ez volt a kérés. Azt mondja, hogy hajnal. Egy párat a short belépők közül megnézzük. Dupla top, irány dél. Dupla top, irány dél. Egyébként reggel talán belevettünk a GBP-USD-be is. Hát, hogy mínusz lett, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de aki látta, az nézze meg, vagy ma volt, vagy tegnap. Duplaj, de nyugodtan bérhet a chatablog, hogy volt-e ilyen, vagy nem, fogalmam sincs. Duplaj, ami elmarad, tehát duplatop, szintén jó short belépő. Duplatop, jó short belépő. Duplatop, egy darabig jó short belépő. És a duplatopot követő kirázás, tehát itt, aki belép, vagy az elmaradó W két alját összekötő vonalban, vagy a duplatop belépő vonalánál, és nem zárt részt, mert azért megtrépált a piac, lefele irányban a fals kitörés is gyönyörű szép short belépőt ad. Reggel mit mondtam a GBP-USD-ről, nem tudom, vagy tegnap, de igazából tök mindegy. Itt is volt azért kirázós játék, de tényleg ez egy jó kis shortos nap volt. Tehát aki ezeket kötögette csak, az akár nyerhetett is. De nézzük meg, mi van akkor, hogyha valaki longokat köt egy eső piacon, akkor valószínűleg bukni fog, de ha esetleg nem bukna, akkor milyen technikákkal lehet eredményes valaki. Tegyük fel, itt ezt duplajnak nézi, 3/4-ét két hamárt kidobja, és behúzza a stopot nullába, ez egy jó technika lehet. Még be se kell húzni nullába, csak akkor legyen szűk a stop. Itt van megint egy duplaj, tegyük fel, kétharmad, 3/4 már zár, ennél a két vonalnál mindenképpen, és amikor a chart ezt a vonalat letöri, kézzel dobja az egészet, vagy kisztopódik maradékkal, még akár így is nyerhet. Tehát lehet a countertrendre játszani, és egyszer az utolsó részzárás után lehet egy nagy long, amikor a short véget ér, de egy fordított felfejvel, itt beléptek a longba, itt már azért két harmadra van zárva minimum a duplatok miatt, mert valószínűleg fej alatti stoppokat küldi a piac, most ez nem következett be még, de az elgondolás a következő, a piac mindig arra megy, amerre fáj. Tehát long belépők is voltak itt, kulcs, talán parciális zárás. Látjátok. Ha valaki itt nyomott egy longot, az örült, mert lehetett sejteni, hogy a korábbi M betűnek a nyakvonaláig, duplatoknak, vagy a tetejéig eljön az árfolyam. Akinek itt volt a stopja valahol, vagy a nyakvonalra behúzta, és nem zárt részt, bármennyire jó short ötlet volt, bizony rosszul járt. Itt, aki csak rész zárt, többit hagyta futni, következő célár teljesült, és még az sem kizárt, ezt követően még ez is teljesülhet, de ez már nem 100%, de teljesült. Ha már ott vagyunk az ellenállásnál, kirázós dupla top egy bukta a sortosoknak, itt viszont visszajön, amit elbuktak, és utána egy darabig jött lefele, pont a szintig a csárt. Támasz ellenállás fogalma tiszta, countertrend vonaltörés fogalma tiszta, csúcsokat kötöttem össze, mehet a long. Dupla top, gyönyörű sort, rásimuló mértanak pontosan erre a vonalra. Gyönyörű szép. Ezeket a vonalakat kéne megtanulni, behúzni. És ezt igyekszem elmutogatni százszor.
És még akkor sincs garancia arra, hogy valaki jól kereskedik, ha ezeket éjjel kettőkor álmából fölkeltve is be tudja húzni. De hogy ne legyen egyszer az élet, dupla toposok nem zárt parciálisan, őket is kirázta a piac. Nem kezdőknek való nap volt ez a GBP-USD, de akár lehetett volna itt pénzt keresni. Menjünk vissza a Dow Jones-ra. Látjátok? Mondtam, hogy még dupla topig feljöhetünk, és ha ezt a pozíciót nem zárom ki gyorsan a csúszósztoppal, és azt is mondom, hogy késői a belépő, akkor már mínuszba lebegnénk, és lehet, hogy még a mínusz 200-as kis stop is összejött volna. Tehát jól láttam előre, hogy a kereskedési hiba az akár ilyen is lehet. Mondjatok egy tetszőleges instrumentumot egy devizapárt először, utána egy másikat. Érkezés sorrendben. Közben ránézünk a Brentre, ne vonatkozzunk. Oké. Dolgyonsz vissza. Mondjatok egy instrumentumot, chat ablak, gyorsan. Haladjunk. Hogyan tanulunk meg vonalkázni? Euri EPI, köszönöm szépen. De jó lenne, hogy itt lenne nekem elől. Segítsetek. Itt van. De jó lenne, ezt nem összeférkelni, akkor Microsoftra ráhúzzuk. Mondjuk egy M1-esre. A csodálatos Euri EPI-t. Volt-e japán hír a mai napon? Ki tudja. Aki reggel volt webináriumon, valaki talán közületek, az lehet, hogy tudta, mert mintha ma reggel beírtatok volna valamit. Volt itt egy dupla aljunk tegnap délben. A japán tőzsde az picit más időpontban mozog. Ebből kirázták a longosokat, itt már lehetett sejteni, hogy beindulhat egy kisebb-nagyobb long. És innentől kezdve próbáljunk meg előre gondolkodni. Fogalmam sincs, hogy mi történt az euró JPI-vel. Ezért is jó, valaki írja, hogy ma hajnalban 1.50-kor Japánján vártán jobb GDP adat, tök jó. Pastetörés a ferde vonal alatt és a szint alatt, megelőzően kirázva egy dupla és csapat, meg még innen is, azaz itt mehetünk egy szépet fölfele. Mivel nem elemezgetem az euró-dollárt és nincs előttem jelenleg az ágyban fekve két monitor, nem csak egy laptop, ezért gondolkozunk azon, mi történhet a jövőben. Van egy vonalkánk, ugye megy a long, falsletöréstől, szokásos, tehát W kirázás, falsletörés, megy a long. A long alakzatokat, a kis W-ket, vagy a countertrend vonaltöréseket lehet kötögetni. Amíg megyünk fölfele, amíg az emelkedő trendvonal kitart. Rézzárások, rézzárások. Amikor az emelkedő trendvonal majd egyszer elesik, az még odőben, gondolom, akkor lehet gondolkodni még további dolgokon. Aki ebbe a picike dupla véve, dupla hajba lépett be, rézzár, gondolom én a stopja vagy itt van, vagy a ferde alatt, szélszerűbb a ferde alatt lennie, az még boldogan tartja. Ez egy day trade. Na most nézzük azt, hogy van-e long irányba skalp belépő. Ez már egy picikét szemfülesebbnek kell lenni. Mondtam nektek azt, hogy a dupla vék nyakvonala és ajvonala magasabb idősíkokon is akár lehet fontos. Ez itt egy W, ez itt a nyakvonala. Ezt követően jön egy fals letörés a W nyakvonala alatt. Jó kockátú hozamú belépőket keresünk trendirányú skalpoláshoz. Itt belépünk, ami nem más, mint egy countertrend van a törése is. Amikor az egy-egy kockázat hozamot eléri a trédünk, kb. Itt, egy évvel korábban trézzárunk, itt kiszúrjuk, hogy ez egy fordított vál, fej, vál, berajzol még egyszer. Vál, fej, vál, tehát egy fejen álló úr, vagy bármi. És innentől kezdve volt egy csodálatos trédünk. Aki most itt azt mondja, hogy ő shortolna azonnal, mert lejövünk a sárga vonalig, vagy a pirosig, az írjon be egy S betűt a chat ablakba. Fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Tehát ezen a ponton kisortolna. Könnyű a válasz, mert ugye itt már rézzárás van. Ha ezen a ponton sortolsz, annak mi az oka? Segítek.
Daytraderek szeretik a fals kitörést, skalperek is. Megnyomod az eladás gombot itt, közeledünk egy támaszhoz, ami nincs berajzolva, ez itt kb. Egy-egyes kockát hozom nagyjából tégla, fölött van a stoppod, itt kidobod a két hanadát, többit tartod a sárgákig, pirosakig, tök mindegy, vagy kisztoppolódsz. Szerintetek kisztoppolódunk, vagy előtte lejön a sárgáig? Na nézzük, azt mondjátok, hogy sárgáig lemegy. Honnan tudjátok? Na, ez ideig könnyű volt. Emelkedő trendben visszatesztelte. Őszintén, hányan vettük észre, hogy ez a hosszú elhúzódó valami fals kitörés? Kreatívabbaknak még valami. Keressünk okot a short belépőre. Ez itt egy dupla top? Akár. Ez itt egy olyan dupla top, aminek kirázzák a stopját, és van fölött egy picike fals kitörés? Talán. Ez itt, ha innen a visszatérési pont, ugye fals letörés, az ez a kanóc, visszatérési pontból húzok egy vonalat. Ez itt egy trendvonaltörés? Talán. Tovább megyek. Ki az, aki szerint lejövünk a pirosig? Írjon be egy igent. És utolsó kérdésem pedig az lesz, ki az, aki szerint lejövünk ide? Itt már tök mindegy, mert a részzárásnál 60-70-80 százalékon túl vagy. Na nézzük. Lekicsinyítem. Na és mi történt? Az, hogy itt mindenféle technikai elemzés alapján várunk különböző célárakat, hogy majd ide meg ide lejövünk, és ha nem zártunk volna parciálisan, bizony-bizony elbúcsúzhattunk volna a sortunktól, pedig volt rá egy csomó okunk, és tök jó belépő volt. Na ezért szeretem a részzárást. Látjátok, hogy mekkora őrület jött itt azután. Oké. Sajnálom összefirkánc a chartoblex-esebb elegre is megmutatnám, de mindegy. Dow Jones-on itt tart, ugye azt célozta meg, ahol vártam, tehát a dupla top kialakítását célozza meg éppen, amit én így képzeltem volna el, ezért is mondtam, hogy hülyeség sortolni, pláne nagy lottal. Azt meg, hogy longolni picivel nem annyira hülyeség, azt is mondtam, de ha nagyjal, akkor az is hülyeség lett volna, mert túl magasan vagyunk most már. Oké. Ő itt a dó. És akkor nézzük meg az euró-dollárt, hogy hol tart. Tök jó. Mi volt a kérdés? USD micsoda? CAD? Na ő hol van? Segítsetek. Itt van. Az elején. Volt nekünk először is, most innen induljunk el, tök nem ilyen nap van. Trendvonal törés, hajrá sort, tök jó. Elmaradó duplaj, esésben nem keressük az aljakat. Ezt követően viszont már jön egy szép duplaj, de ez még május 16. De majdnem sokára odaérünk május 17-ére. Részzárás, részzárás, elmaradó dupla top, megyünk tovább fölfele. Megnyomjuk majdnem ezt a sárga vonalat. Ezt követően van egy válfejvál, ami vagy elmarad, vagy nem. Itt már elkezdünk agyalni. De vagy elmaradt forgatókönyv jött be, egyébként a nyakvonalat le se törtük, de aki nem, szúrta ki, hogy ez egy válfejvál, berajzolom. Gyakran elő szoktam venni a tükröt, amikor itt vagyunk a képernyőnél, szélén, és megpróbálom azt hallucinálni, hogy ez egy válfejvál lesz. Annak észre kellett venni, hogy ez itt egy dupla aj, és annak a belépő vonala az ott van, és ez a célár, ami a részzáráshoz nem rossz. És ugye mentünk szépen. Fölfelé tudunk egy ellenállásnál, ki tudja, hol áll meg a dolog, de egy biztos, hogy eddig ez egy gyönyörű szép long pozíció volt, de az első duplajból, meg még ebből a második fordítás szerűségből is kirázták a longosokat. Aztán jöttünk, és megérkezett lassan a május 17 mindjárt, ott akarok a reggelhez, és utána délután lehet az érdekes.
Mert mondtátok, hogy valamilyen adat jött ki, csatablakba ez le van írva. Ez most egy jó nap, mert alapvetően fordított felfejvel. Reagálok a stopratok, mert egy kis stopolok az adott pozícióval, a részvárások miatt ez biztos egy plusz. Mármint a nagy sortra gondolok, amit talán elszállt a talán jenes termékben, nem tudom, mi volt az előző. Fordított válfejvel tök jó megy a long, de ez egy falstatöréses long, arra is föl lehet készülni, ha ez a vonal törik, akkor lehet, hogy meglátogatjuk még a fejet, tehát részvárás indokolt. Mondjuk itt. Oké, ez a vonal még érdemben nem tört. Picit ráigazítok. Ide húzom. Megvolt a célár, a korábbi csúcs, már ki van dobva a három negyed a pozíciónak, és várunk maradékkal. Ha ez válfejvár és megérdünk tőle, vagy a trendvonal töréstől, vagy a fals kitöréstől, akkor dobjuk a longot. Ha már annyit zártunk, hogy baj nem lehet, ilyenkor már nullába lehet húzni a stopot, vagy aki még bátor, az lent hagyja a stopját itt lent, mert most már csak 0-0 akármennyi van nyitva a pozíciókban. Itt már biztos, hogy nyert. Aki úgy gondolkodott, hogy tartja, az bizony nagyon jó járt eddig a pontig, és itt már érdemes azon merengeni, hogy ha itt nem szálltál ki, akkor mikor kéne kiszállni. Szerintetek most. Az következik be, hogy itt elindul egy esés, vagy esetleg ezt, amikor átvisszük, akkor újra lehet egy emelkedés, és már többé nem jövünk a piros alá. Egyes verzió, esés, és jövünk a piros alá, kettes verzió, áttörjük, és megyünk fel az égbe. Tippeljetek. Gyorsan, mert utána tekerem tovább. Jó, ez az előrevetítős játék? Nekem azért tetszik, mert most gondolkodni kell. Beletekerünk. Esünk. Tippek aránya nem sok tipp jött. Nem az esőt nyertek, ha jól látom. Oké. Azt mondtátok, hogy jött egy makradat, azt gondolom délután jött, nem tudom. Nézzük meg, hogy ez a vonalka vajon számít-e, vagy nem. Hánykor jött az adat? Gyorsan kérem. 16.30, tehát akkor 17.30 körül kell a chartra nézni. Ha itt valaki ebbe a duplajba, furcsa duplajba belépett, mert a részzárásokon túl van, nagy arányú részzárás, pláne makroadat előtt, itt a trendvonaltörésre is sokan beléptek, részzárás indokolt, lehet, hogy elmegyünk a sárga vonalig, de ettől függetlenül föl kell készülni arra, hogy itt bizony, ha az adat olyan, akkor kisztoppolódhatunk. Lélekben ezt javasolnám. Látjátok? Tehát, akár itt léptek be a trendvonaltöréssel, akár ebben a furcsa duplaj, falstetöréses jobb oldal részébe, a részzárás indokolt. De itt már, ahol kijön ez a hatalmas M betű, dupla top, már mindenképpen indokolt. Ez egy tökéletes sor belőle volt. És így csoda, pont a stoppokkal eljött le a piac. Egy-két perccel előtt. Én ennyit akartam mondani, kb. Kevés kereskedés hibára volt idő, látjátok? Mint hogyha előre levetítettük volna ezt a webináriumot, kis túlzással. Ez itt egy dupla top, ahol följött a piac. Kereskedés hibát mutattam be. A korábbi stopja 200 valány dollár bukta lett volna. A hiba korai felismerése és a zárás, majd X betűvel kellett volna megtenni, nem csúszó stoppen, az kockátos volt, az jó döntés volt. Ez a buy, amire azt mondtam, hogy lehet, hogy hiba. Igazából itt vettem bele, túlélte volna a stoppot, látjátok? És itt adtam volna el. Nem így csináltam. De elvileg erről beszéltem, de nem azt csináltam, amit a szám mondott a kezemben. Tehát ilyen ez a skalpolás day trade, pszichológia, rengeteg összetevő. Itt nagyjából megnézzük, hogy hoppá, mik lebegnek. Én azt látom, hogy minden szép és csodálatos. Megnézzük az eurodollárt, és jó reggelt, skalperek, reggel találkozunk. Rövidre sikerült, annál szokatlanabbra. És most akkor ezt gyorsan regisztráljátok, ahelyen tudtok. Nem nagyon lett ez bereklámozva.
Akit az érdekel, hogy hosszabb távon mi lehet a tőzsdéken, szerintem nézzem meg azt a június 24-eit. Reggel folytatjuk. Legyetek okosabbak, mint amiket ma láttatok, és ezeket hosszú távú befektetéseknél is célszerű alkalmazni, akár. Sziasztok!